Sziasztok! Sziasztok! Hello! Megvárjuk, hogy legyetek többen. De már nagyon nem. Tegnap is csak 17-en voltunk körülbelül. Látod? Látod az élőt? Behívtad? Nem baj. Mindjárt visszahívjuk. De mindjárt visszahívjuk, én már beszéltem vele. Sziasztok, eddig kettő, gyertek többen. Addig még csak ötön vagyunk. Hetem. Ja, két gyerekével hetem. Vagyunk is. Napra jön a gyakorlat. Hello. Sziasztok. Hello. Szia, Andi. Szia, Evelyn. Szia. Jött hozzá? Akarsz hozzám jönni? Gyere ide. Kis barátok. Ez a kis pajti. Ez a kis pajti. Na, itt van egy kis pajti. Nézzetek meg. Ő az üzletvezető. Ugye? Ez vagy. Mocsog, igen. Szia, Andi. Tim Géla, nem tudom mi az, hogy MH, de... Munkahely, ja, munkahely, bocs. Szia, Nándor, szia, Viktória. Virág Viki, szia! Hát te miért nem vagy itt? Nem, Magdolna, ti vagytok az angyalok, mi nem vagyunk angyalok. Csak segítünk nektek. Szia, Brigi! Szia, Maria! Szia, mindenki, de mert nem tudom innen elolvasni, hogy ki jelentkezik is. Akkor szerintem kezdjük el, hogy bemutatkozunk, jó? Sziasztok, én Sálköri Csabi vagyok. Nagy Bence vagyok. Galambos Pisi. Szeresi Alexandra. Nem. Eddig ennyien vagyunk itt. Eddig ennyien vagyok. Ibolya, az a helyzet, hogy minden oké. Ja, látom, Vikém, hogy dolgozol. Egyen meg, nem baj. Arra van szó, hogy csináltunk egy meetinget, spontán. Akartuk, hogy lássátok meg. Hogy mit dolgozunk, hogyan dolgozunk. Hogyan kezeljük az adományokat. Szia, Karcsikám. Szia, bro. Arra van szó, hogy úgy döntöttünk, hogy adomány még nem volt elő senkitől. Volt nálam a Chris Rudy, hozott adományt nekem. És köszönhetném köszönni Clark emesének Németországból. Imádlak, anya, te vagy a legjobb. A segítséget. Holnap lemegyünk Pécs mellé. Hova? Mi a neve? Mindegy, Pécs mellé lemegyünk, ott van a mobilház. És leviszünk 200 000 forint foglaló pénzt, amit így saját zsebből fogunk investálni, mert gyakorlatilag számaszám még nincs. Úgyhogy megelőlegezzük. Az majd hétfőn intézzük minden. Tudom, Magdon, hogy itt a szíved. A milyen kicsi ott van melletted, meg a pálinkád mellett. Megelőlegeztük ezt a 200 000 forintot, hogy le tudjuk előlegezni, mert állítólag megy egy másik pasi, aki rárepült erre a mobilházra, és meg akarja venni. Mi odaérünk 10 óra magasságába elvileg, elfogadta a tulaj, hogy megvár minket először, és ennek függvényében fog dönteni. De én már pénzzel megyek oda, úgyhogy leelőlegezem, úgyhogy már nem tudja eladni ezt a mobilházat. Tudjuk, Magdikám, hogy itt a szíved? A pálinkádat várjuk majd. Srácok, ha van kérdésetek, akkor nyugodtan nyomjátok. Hát nem sokan vagyunk, Jutka. Csak öten vagyunk. Ez egy spontán meeting, úgyhogy nem erőltetünk, nem nagyon reklámoztunk. Ne beszélgetünk olyan emberekkel, akik közel vannak hozzánk. Akik tényleg velünk vannak és nem ellenünk. Ez a pesti... Nem tudom azt mondani, hogy kemény mag, mert ez még nem kemény mag, de
mag. De mag. Egy kis sem mag. Ja, ja. Lakunk, mi holnap leelőlegezzük a mobilházat, a terepet. Szia, Edikém! Szia, Szatmár Németiből! Szia, szia, tesó! Arról van szó, hogy a terepet, a Gyűrű Nikölet, aki felrakta ezt az egész videót, Gyűrű Nikölettek a párja, a terepet most elkezdték egyengetni a Zoltánnal, aki ott volt velünk akkor, amikor az M1-es forgatás ott volt. Elenyegették meg, felégették meg, kivágtak fát, hogy tudjunk beférni a mobilházzal, mert ez 9 méter hosszú, 3 méter széles. Igen, kicsi a borsa és erős. Köszi, Jutka! És elakadtunk egy problémával. Gyakorlatilag ez nehéz szállítmánynak számít, mert 3 méter széles és 9 méter hosszú. Gyakorlatilag az a problémánk, hogy külön útvonal engedély kell, és egy felvezető autó, hogy ezt le tudjuk szállítani, ezt az egész projektet. Tárgyalás alatt vagyunk valakivel, egy vállalkozóval, aki elvileg segít nekünk. Holnap lejön velünk a Krisztián, aki le is fogja rombolni ezt az egész patkányfészket, bocsánat a kifejezését, de más nem tudok mondani. Lerombolja ezt az egész patkányfészket. A kisöreg addig nem engedi meg, hogy elkezdjük a bontás, ameddig nincs ott mozgás, mert ragaszkodik ott a helyhez. Ő azt mondta, kategorikusan kijelentette, hogy nem szeretne máshova menni. Senkihez nem akar menni, se aludni, se semmi. Köszi, Katalin, jégerezek, és ezt iszok. Elég kísérőnek, igen. Szóval visszatérre, bocsánat. Az öreg kategorikusan tegnap kijelentette, én beszélgettem vele telefonon, és élőben beszélgetünk a Gyűrű Nikoletnek a párja, Norbi által, légy szíves. Bocsánat. Norbi által beszélgettünk vele kamerán keresztül, és azt mondta, hogy próbáljuk úgy megoldani, hogy ő nem szeretne. Köszi, Geno. Nem szeretne addig elmenni onnan, ameddig nem tudja, hogy van biztos lakhatás, és nem is szeretné engedni, hogy leromboljuk azt a házikot, amit gondolom nagyon sokat jelent neki, attól függetlenül, hogy egy patkánytelep, meg ott van minden, srácok. Nem csak patkányokról beszélek. Ti, Alexandra. Úgyhogy úgy döntöttük, addig nem is kezdjük el a bontást, ameddig nem veszük meg ezt a házat, oda nem viszük, mert neki van egy ikertelke. Gyakorlatilag most elenyegették ott a földet, mert ilyen hepehupás volt, dombos, meg minden, gazos. Azt felégették, kiegyengették, kivágtak egy fát, hogy tudjunk állni majd oda a kamionnal. Úgyhogy ez a következő lépés. Tudom, Józsikám, foglak hívni, ne haragudj, megígértem, hogy hívlak. A következő projektunk, Józsikám, a Sarkad lesz. Mi nagyon sokat hallottunk, hogy ott nagyon sok... nagyon rossz helyzetben lévő ember van. Úgyhogy a következő emberünk, akit kiválasztunk, az etnikumhoz fog tartozni, és egy roma származású. Mi már kaptunk hideget, meleget, hogy rasszisták kezdünk lenni, hogy csak magyar embereket támogatunk. Nem. Nem, ez nem igaz. Mi azt mondjuk, legközelebbi projektünk az egy roma számozású, olyan embert akarunk kiválasztani, akinek családja nincs, aki elesett, aki egy nincstelen, segítsége nulla. Most lefordítom magyarra, leszarja az önkormányzat. És munkaképtelen természetesen. Kizárólag csak ilyen embereknek vagyunk hajlandóak segíteni, amit már ti is abszolváltatok annak idején, mikor elkezdtük ezt az egész projektet. Nándor, milyen képekre gondolsz? Nem tudom. Írd meg. A mobilházzal kapcsolatban a képek fent vannak az oldalunkon, úgyhogy olvas vissza, légy szíves. Nem fog elmenni Miki bácsi sehova,
Attilám, hát látom, hogy mit isz. Nem akar elmenni. Gyerekek, még, sőt, még egy 20 méterre arra is akar menni a házától. Lehet, hogy most ő is azt érzi, ugye, hogy az önkormányzat tényleg csak szórakozott rá. Nem szeretnénk politizálni, nem szeretnénk az önkormányzatnak venni, úgyhogy én innen is üzenem a polgármester úrnak, hogy mi nyitunk ő felé, ő zárkozott el tőlünk, meg nem tudom, volt egy helyi újságban egy nyilatkozat, ami ma jelenleg. De nem baj, mi emberek vagyunk, emberek maradunk, mi nem szeretnénk senkinek sem neki menni, mi csak egy egyszerű, hétköznapi, csóringári emberek vagyunk. Én se vagyok gazdag, ti se vagytok gazdag, akik itt vannak a csoportban, 70-80%-a nem valószínű, hogy akármikor be tud nyúlni a zsebé, és 100.000 forintot csak úgy lecsenget. A többsége ember, és nem tud sokat adakozni, úgyhogy 1000 forintnak is örülünk, vagy 500 forintnak. Ami az adakozás, azt röviden elmondom, nagyon sok levelet kaptunk, hogy olyan fog működni. Ügyvédi letétben fog működni minden. Minden pénz oda fog menni. Mi adminok, én, a Bence, a Timi, hozzá se fogunk tudni érni a pénzhez. Gyakorlatilag az ügyvédi, aki képvisel minket, aki elvállalt minket ingyen és bérmentve. Erika, igen, Makó Erika, megvan a ház. Olvasd vissza az oldalunkat, ott van minden info, léci, most harmadjára ezzel foglalkozunk. Gyakorlatilag van egy ügyvédnő, hogy aki elvállalt minket és képviselni fog minket teljes mértékben. Ingyen is bérmentve. Nekünk kellett egy ügyvédő, mert nagyon sok támadást kaptunk, srácok. Fogunk csinálni egy alapítványt, ami azt jelenti, hogy non-profit. Senki nem érhet a pénzhez az ügyvédnőn kívül. Az ügyvédnőnek a címét kizárólag azok fogják megkapni, akik adakoztak. Ők tudják csekkolni, hogy hány forint van bent, mennyi ment ki, mennyi az alap. Minden olyan egyént, aki trollkodik fotelből, meg ehhez hasonló, nem valószínű, meg fogjuk adni az ügyvédnek a címét. Akkor csak ő vezette a számot. Gyakorlatilag igen, az ügyvédnő fogja vezetni a számlát. Mi nem érünk hozzá, nem tudunk hozzáférni, semmi hozzáférésünk nem lesz. És nem is szeretnénk, hogy legyen. Ezt a Bence is aláír, a Timi most nincs itt. A Timi épp tárgyal a ügyvédnővel, aki intézi az egész projektet. Arról van szó, hogy az alapítvány 30 napos kifutási ideje van. De megpróbáljuk úgy elintézni, hogy gyorsabban működjön az egész, hogy legyen legalább egy számlaszám, amire tudtok utalni. Senkitől nem kérünk egy forintot se. Mindenki annyit tud utalni, amennyit szeretné, és szíveljük, ahogy mennyit. Beszólhatok? Parancsolj, igen. Lenne egy kis pénzre szükség, hogy tényleg, akinek tényleg van szükség az a segítségre, kajára, valami, vagy valami szállás, mert nem tudja hol aludni, vagy mit tudom én, akkor talán kell egy kis pénz erre. De ez szerintem fogjuk még kitalálni egy megoldást. Persze, ügyvédnő intéz mindent. Így van. Így van. Azért törje a magyart, mert Németországban élt, és most lehetünk vissza Magyarországra, úgyhogy srácok, ez van. Jöhetnek kérdések. Érteni, mit akarok srácok, mondani. Bocsánat, röviden, gyorsan, mert most már tényleg ebből vállalok el lesz számomra. Ha mennem kell, rohanom kell tovább. Ha van kérdésetek, akkor megköszönjük. Nincs kócsolja. Köszönjük, Ibolya. Bence, gyere, beszélj te is. Na, gyere ide, addig megyek egyébként. Jön a Bence, aztán elmondja a saját gondolatait. Sajnos a Farkas Timi nincs itt, mert épp tárgyal az ügyvédnővel, intézik a dolgokat, hogy próbáljuk meg hétfőre, hogy legyen egy nemzetközi számlaszám, amiről tudtok ti is külföldről, PayPal, vagy nem tudom, tegyetek hozzá, bocs, PayPal számlát, meg mind. Nyitni. Vagy i számlát, bocsánat.
srácok, én ez nem értek, én csak egy egyszerű. A véleményem az igazából, hogy be kéne fejezni ezt az egész szállalmazás dolgot, be kéne fejezni azt, hogy hogy mi a polgármesterem vagyunk. Mi vele vagyunk, teljes Péter, vele vagyunk, vele mi nyitunk vagyunk felé. Szívesen szeretném beszélgetni vele személyesen is. Így van, és csendesen elintézni ezt az egész dolgot. Csendesen akarok elintézni ezt az egész dolgot. Szia, Áron. Szia, Károly. Egy pillanat ide. Köszönjük. Közben kapjuk a promót a Gonkresszóból, hogy tudod, hogy hol vagyok, vagy miről ez az egész? Nem, az az én mobilom. A te mobilod. Köszönöm szépen. Biztos sikerült, miért ne sikerült? Igen, megpróbálunk hatékonyak lenni, mindenkitől türelmet kérek. Így van, nem szeretnénk már semmi a balhét, nem szeretnénk semmit se belevonni senkinek. Igazából mi azért gyűltünk össze, azért akarunk segíteni a bácsin, mert mi akarjuk, és nem az, hogy lejárassuk a falut. Nem szeretünk volna senkit sem lejárni. Nagyon sajnáljuk, hogy a falu ebbe a stádiumban, és hogy ilyen rosszabb anyagi körülmények között vagyunk. Hogyha a polgármester úr odajött volna hozzánk, figyelj ide Csabi, figyelj ide Bence, vagy figyelj Timi, van még egy ember ezen kívül, aki ugyanilyen nagy szarba van, mint a Miki bácsink. Ugyanúgy segítettünk volna. Ugyanúgy nekiálltunk volna. De most arról szól az egész projekt, hogy az egész falu nekünk áll. Én hogyha le fogom vinni nem én, hanem le fogjuk mi vinni a mobilházat, hogyha ti is segítek, és természetesen ki fogjuk tudni fizetni, akkor én mindenféleképpen rendőri védelmet fogok kérni, és ha kell, akkor médiát is kiviszem. Sőt, én ezt is fogom csinálni. Úgyhogy... Polgármester úr, én biztos vagyok benne, hogy önhöz el fog jutni ez a videó. Ezt fent is fogjuk hagyni, ha kell, publikáljuk is mindenhol. Én tisztelettel várom az ön jelentkezését, nem csak én, a Bence is, meg a Timi is ugyanúgy. Meg szeretnénk beszélni minden. Mi egy... Tök egyszerűen meg vagyunk. Szeretnénk is maradni. Semmi celebeskedést nem akarunk. Mi nem vagyunk celebek. Nem akarunk semmi reklámot. Ellen reklámot ugyanúgy nem szeretnénk. Mi össze szeretnénk működni önnel, és hogyha van még ilyen ember, harci lakosok, tudom, hogy vagytok is pulba egy jó páran, akiről nem tudjuk, hogy ki az, ezt adjátok át nyugodtan a polgármester úrnak, hogy mi tisztelettel nyitunk felétek, ti felétek, és a polgármester úr felé is. De ezt viszont is úgy elvárjuk mindenkitől, hogy mi egyáltalán nem a falut akartuk lejáratni, mi segíteni akartunk, és ez a csoport azért jött létre, hogy segítsünk mindenkin. Nem csak egy bácsin, mindenkin akartunk segíteni, mégis akkor ügyet csináltatok mindenből, hogy igazából... Picit felfújtátok, és jött az irigység, hogy mi lesz, hogyha az öreg be fog rúgni, le fogja égetni a mobilházat, és akkor... Meg ilyen süket dumát, engedj már el ezt. Miért kell irigykedni, srácok? Nézzétek meg, menjetek be oda abba a házba, lakjatok egy órát vagy kettőt, de ki nem, de ajtó bezár, és maradjatok ott egy órát. Ennyi. Nem kell oda éjszaka meg egész napot ott lenni. Igen, jól mondod. Hanem maradjon ott egy órát, ajtó bezár, és érezzétek azt a bűzt, a poloskát, a tetűt, a patkányokat, a bukét, ami ott van. Szóval, srácok, meg harci lakosok, nektek üzenjük. Mi nem szeretnénk balhét. Nem szeretünk volna balhét, és azt az egész csoportot nem azért hoztuk létre, hogy harcot lejárassuk. Igen, Katalin, sok rossz májú ember van, de mi nem állunk bele a vitákba. Aki vitatkozni akar, vagy egy, nem azt mondom, hogy egy mondat, egy szó, ami nekünk nem tetszik, ki van zárva a csoportból. Menjünk mindenki büdös fenébe. Segíteni akarunk, és nem olyan kommenteket olvasni, hogy mi az igazság, vagy mi nem. Tök mindegy, mi az igazság, mi segítünk azon a bácsin, ami ilyen körülmények között lakik. Nézzétek meg a... Köszönjük szépen, Irén. Nézzétek meg a tegnapi fotókat, már mosolygott, meg volt nyírva, megfürdött.
Amúgy SOS-ben szeretnénk keresni egy manikűr-pedikűrös, ha tudtok, hogy aki bevállalja, de nagyon kemény menet lesz, de aki bevállalja, azelőtt így dobok egy hátas, komolyan, minden tisztelet. Köszönöm, Mária. Srácok, látjátok a kérdéseket, mert sajnos el kell mennem, mert családi progi van. Lassan válóperem lesz. Aztán majd gyűjthetek nekem is házra, kidob az asszony. De már kidobom. Mikor elindulunk, reggel korán elindulunk Pécsre, akkor bejelentkezünk menet közben. És természetesen ott is szeretnénk jelentkezni live-ba, hogyha megengedi a tulajdonos, vagy felvállalja a publicitást. Gyakorlatilag van egy olyan törvény, hogy senkinek az arcát nem tudjuk mutatni, aki nem egyezik bele. Ez működik már egy éve, van ilyen törvény. Ha beegyezik, akkor természetesen akkor nyomunk egy live-ot. Ha nem egyezik bele, akkor max a hobbiházról nyomunk egy perces live-ot és elmeséljük, hogy hogy néz ki, milyen. Lehet, hogy nem is jó ez a mobilház. De reménykedünk benne, hogy jó. Fotók alapján tökéletes. Genoveva, de szeretlek. Figyelj! Most majdnem mondtam valamit. Tudsz neked diszaggatni? Ez egy igen fontos kérdés. Igen, Erzsébet Fekete, fogunk találkozni mindenféleképpen mindenkivel. Szeretnénk, hogyha végig tudtuk vinni megbeszéltem, hogy szexádon találkozok. Mindenféleképpen szeretnénk egy ilyen csoport találkozót, aki ráér, aki nem. Bence megtért, ő nem ezt hiszik, amit én. Én nem vagyok alkoholista. Mindenféleképpen egy csoport találkozót, természetesen egy hétvégén, mikor mindenki ráér, vagy egy szombatinom, vagy egy vannak nap. De csak azután, amiután a Miki bácsi projektét letudtuk, hogyha úgy alakul, akkor elviszik a Miki bácsit premier plánba mindenkinek, hogy lássa, megismerje, stb. Egy olyan helyen szeretnénk ezt megrendezni, ahol mindenkinek jó, valahol Magyarország legközepén, vagy nem tudom, ahol mindenkinek elférhető. Tudsz neked iszak? Jó, de szeretlek. Tudom, hogy tudsz. Az asszony, sehol nincs az asszony. Hát az van, hogy... Az asszony kidobott. Kidobta Bencét a barátnője, mert foglalkozott válvetve teljes mértékben ezzel az ügyjel, és hogy miért foglalkozik ilyen emberekkel, és miért segít embereken. Hát az ilyen barátnő nem barátnő. Az ilyen barátnőt most megpróbál kultúráltan fogalmazni. Én nem segbe rúgnám. Csak elküldeni. De ez a Bencének a veszőfutása. A biztos sok olyan ismerős, aki biztos, hogy szeretne. Úgyhogy szingli csajok. Szingli csajok. Bence szingli. Én már nincs vagyok. Tetováló mester piercinges, úgyhogy jöhetnek a... Tetováló vagy? Igen. Hát te jó. Jó, hogy megküzdöm. Igen. Ő lesz a következő. Gyertek még többen. Annyira kevesen vagyunk. Gyertek többen. Léci. Szó szerint idézve, minél foglalkozok egy lepres öreg emberrel? Persze, ez Bencének a magány. Ugye, igazad van, Attila, de mindegy, ebbe beleszaladtunk. Jó, igazából gyere hozzám. Igen, nem tudod nokedlit szolgatni, nem? Ő az én bátyám. Így van, Gizikém. Aki menni akar, arra rá kell a kabátot. Hát nagyon sajnáljuk, hogy nem vagytok itt. Jó hangulat, srácok. Pia van. Egy egész pult. Nem alkoholizálunk. Nem, iszunk alkohol, de hogy? De, hogy iszunk alkohol. Nem. Csak fogyasztunk, de hogy... Jó életben, hogy vannak csak. Ja.
Srácok, ha van valami kérdésetek, akkor nyomjátok, mert lassan ki fogunk lépni. Áron. Mestermel, Ár vagyok. Mi? Ott egy szabúzlet vezetőjén menetel. De akkor még a menő. Tessék, már jelentkeztek, bízlek benne. Judit! Vigyed te, drága! Én annyiban segítek, hogy bepakol, én leszállítom neked. Én vállalom a fuvart. Ennyi. Van az a pénz. Majd amikor jelzed a pénzben, akkor meglátod, hogy szoktam megkezdeni az akarom nálam, imádom. Imádom. Akartok hozzászólni valamit? Nyugodtan. Emlék vécére. Itt van a drága két gyerekével. Nézzétek! Pici lány is. Itt a kis... ez a pajtásom. Ez a pajtim lett, ugye? Te kis kabula babánk. De. Ez a fogja, hogy nem. Oda pápa. Oda pápa. Nézd meg. Nézd meg ide. Nézd meg ide. Na ott van. Ő az üzletvezető. Szia. Pápa. Szia. Ő a legfiatalabb. Igen, a legfiatalabb csoporttagunk, úgyhogy. Igen. Pénzre vigyem, Judit. Viszente, drága. Holnap megyünk Pénzre, amúgy. Ott van a mobilház. Ha gondol, akkor írjál privit nekünk, tudunk találkozni kávé erejéig. De nem ezért, hanem hogy akarsz velünk találkozni. Szia, Évi! Én szeretnék még beszólni azt, hogy ez a csoport, ez a kis csoport, ami most összejött, nagyon kellemes, nagyon kedves, jól érzem magam, és én biztos vagyok benne, hogy nem csak egyszer fogunk találkozni, hanem többször. És legközelebb szerintem javasolnám azt, hogy nem egy szombat délután, hogy inkább egy vasárnap délután találkozunk, mert szerintem sok ember kiesett, munka miatt, vagy család miatt. És akkor inkább egy vasárnap délután találkozunk, akkor itt ebben a helyen ez a legjobb. De hogyha mondtok egy köztes helyet az ország bármelyik pontján, ha ráérünk, akkor hát természetesen... Hát országban nem, mert... Én elvisztek. Jó, befész hozzánk. Vonat. Szóval, Benedi is, aki befér hozzá. Akkor is a vonatkozz. Aki befér hozzá, nagyon szívesen. Teodora, nem figyeltél az elején, nagyon szépen köszönjük, hogy érdeklődsz. Ez bankszámla szám, a Farkas Simi ezen dolgozik még ma is, ügyvédnővel. Elvileg hétfőre már lesz minden. Hétfő, maximum 2 reggel. Kis türelmet kérünk szépen mindkitől. Örülök, hogy megcsináltuk egymást. Az egy nem. Az lényeg, hogy akkor... Irény Radics, nem tudom most elolvasni, mert... Majd el fogom. Amikor a Csabék jelzik, hogy mostantól él a számlaszám, mindenki robbanásszerűen utalja a pénzt, mert tényleg szükség van arra, hogy minél hamarabb megvegyen ez a mobilház. Minél hamarabb rendre tudjuk rakni a Miki bácsi. Őszintén inkább tegnap, mert ma. Szilárd, jöhet a főzőcske, hogyha van olyan telked, ahol elférünk ennyien, akkor azt megköszönjük. Segítek is a főzőcskébe. Összedobjuk még a szabadnát is meg, a hagymát meg. Csak minden. Szeretlek. Nem, de tényleg. Szia Erika, Barbul Erika, szia drágám. Srácok, nyomjátok a kérdésbe, van még 5 perce, vagy maximum 10 és kilépve. Nem csak egy jó csoport, hanem vagy haverság, hanem tényleg barátságot is lehet. Erikám, te vagy a legjobb amúgy, te annyira jó ember vagy, úgyhogy köszönjük, hogy itt a csoportban. Szeretlek, baby. Van itt valaki, ki szeret engem? Nem.
Nem, Attila, nem, ez fel kell csülőzni, ez gyakorlatilag egytengelyes cucc, és kell legyen neki, ki kell alakítsunk neki, nem muszáj beton, hanem valami alapot. Stabilabb alapot, amire rá tudjuk végérvényesen állítani. Víz van benne, 72. 72 éves Mikiben. 72 éves a Mikiben. De nem kell, a sör már nem kell, mert én már megyek. Nem, egy rövidet. Egy rövid, igen. Köszönöm. Vivian azt hiszem, hogy mindenkit szeret. Nagy vodka. Ki? Vivian, csak hogy kérdezte, hogy szeretne engem. Semmi kérhet? Semmi. A közművekre mire gondolsz, Károly? Részletesebben ír el. Bocsánat, csak sokan írnak, és nem bírom olvasni. De jó. Vivian, mi szeretnénk itt? Nélkületek nem fog menni. Szóval mi bírjuk, meg investálunk saját zsebből, de ezt higgyétek el, hogy nélkületek, ez kútba fog esni. Nem lesz kút szemvíz, hanem azt beszéltük meg a Krisztiánnal, aki ezt az egész projekt fogja irányítani, aki nagyon jó barátunk is. Szó szerint mondom, hogy Krisztián, innentől is szeretlek, meg szeretünk. Árában meg fogja csinálni, hogy Karsikám, lesz villany. Árában megcsinálja ezt az egészet humánus alapon. Gyakorlatilag azokat az embereket fogja kifizetni, akik dolgoznak ők. Hát most ők nem akarnak humanitárius alapon dolgozni, mert nem. Ez nem azt mondja. Mert mindenkinek családja van, de a Krisztián a fő vállalkozó, ő mellettünk van, sőt, vasárnap reggel, holnap reggel fel kell vegyem őt, és jön velünk le megnézni a mobil házat. És ha ő mond nekünk áment, mert mi nem értünk hozzá, budapesti hülye gyerekekünk a belvárosból, ő csak jobban ért hozzá, akkor ha ő áment mond rá, és azt mondja, lát benne rád, meg tudjuk mondani, hogy a kisöregnek stabil legyen ott a talaj, meg minden, meg kivezetés, meg ő azt ajánlotta, hogy csinálnak egy gödröt, ami is akkor havonta, vagy nem tudom, fogalmam sincs, illetve nem tudom mire. Szippantós. Nem is fogsz látni, Erika, hagyjad, nem erről szól az egész. Szippantós oda megy havonta, vagy két, fogalmam sincs mikor, és kiszippantja McLeweist. Trutyit. Terikém, még nincsen számlaszám, drágám, úgyhogy kis türelmet. Drágáim, úgy akarok csinálni, hogy mi ne érjünk a pénzhez, mi adminok, senkinek semmi közel ne legyen hozzá, az ügyvédő intéz mindent, ügyvédi letét, majd a mai nap maximum 7-re lesz számlaszám, türelem. Gyere már ide, beszélgessék, jól? Kedves hölgyek! Neked volt a pálinka, ugye? Köszönjük szépen, Erika Székely, neked is egészségedre! Én is megyek még egyszer. Ez annyira jó srácok! Mindenkitől várom a kérdést, ön is annyira jó válaszol. Ez a kis hangulat, nem vagyunk sokan, vagyunk hatan, vagy négyen, öten? Öten vagyunk, de hogyha ez elindul így, annyira családias, és tudod, csak szeretet, semmi más. Igen, minden beleszköltve. Így van, minden ki kell, Attilám, minden meg lesz oldva. A szomszéd telekről tudunk hozni csatornázást, csak az kurva sok pénz lenne, ezért a Krisztián a fővállalkozó elvállalta ezt anyagárba, hogy lerombolja. Simára teszi az egész terepet, ami ott van, mert ott, úristen, boxolni fognak a patkányokkal, tényleg. Kihívásos rendszer lesz, ki az erősebb, reméljük ők. Leegyengeti az egész... Mit mondjam? Le fogják egyengetni az egész terepet, úgyhogy hogy a mobilházat le tudjuk tenni stabil helyre. Mellette lesz egy gödör ásva, ami, hogy ezt nem tudom, amiből kisz... Öcsegödör.
Micsoda? Pöcegödör. Igen. Micsoda? Pöcegödör. Na az. Mert hogy nincsen csatornázva. Pöcegödör. Igen. Hát, na az. Nem értek le, bocs, srácok. Bocsánat, hogy hülye pöcsi vagyok. Nem, mert ezt időszakosan kell kiszivatni. Hogy ilyen jó emberekből állni Magyarország békés szeretet, nem? Nem szeretne senki jelent, láttam itt rá, csak milyen boldog és erényes volt, mikor a haját vágták. Öröm volt látni, Isten áldjon benneteket. Köszönjük szépen! Pápai Katalin, Isten áldjon téged is! A rendőrségi ügyről és semmiről most nem szeretnénk beszélni. Teri! Majd legközelebb, nyugi, lesz még ilyen. Az, Attila, szenny víz ülepítő. Nem értek hozzá, srácok. Mi az miről szólt? Mi azt se tudom. Arról, hogy a... A vécé... Várjanak egy köszön be, jön a motyó. És a szenny víz, az oda belemel. És azt majd a szippantos kocsi kiszívja. Mi? A szart? Ja. Ez a dolgok. Van az a munkája, hogy a szart kiszívják. Ennyi. Bocsánatot kérek, srácok, de én még nem láttam ilyet, de nem baj, hogy nem mi szeretnék. Ott van buké, meg minden, nem? Nem, az nem az zárva. Igen. Abban nem jön ki semmilyen szag. Szilárd, nem kell bocsánatot kérni, nem tudom miről volt szó, mert viszontlastam. Rendőrségi ügyéli. Most arra nem ja, szeretném semmit. Srácok, engedjük el a rendőrségi ügyet, mert akkor tudod, csak olaj a tűzre, engedjük el. Szeretjük a polgármester, tisztelettel szeretnénk várni egy visszajelzést tőle, hogy találkozik velünk. Edina, te már írogatsz nagyon régóta, úgyhogy nagyon szeretünk, jó emberke vagy. Igen. Ismét, ismétlem, hogy van egy cím, ahova küldhetem a csomagot innen Párizsból, és nem baj, írtam Párizsi megyek Magyarországon segítségen. Privátban mindenképp ír ránk, ott kapsz címet, nem a bácsi címére fogjuk a csomagokat gyűjteni, hanem saját címre. De akkor mondom én, jó? Nagy Bence, 7100. Nem emiatt. Szexár, Csaba utca 10. Ide küldjetek, amit akartok, kategorizálva lesz. És csak amit szeretnék, hogy tudjatok, hogyha túltengés van az anyagban, ha túlságosan összegyűlt, akkor az lesz a következő projekt, hogy ugyanúgy megyünk tovább, és osszunk szét embereknek, akik tényleg ilyen munkaképes embereknek nem szeretnénk segíteni. Ezt már mondtuk párszor, nem? Meg promotáltuk, meg hangot is adunk ennek. Aki munkaképes, meg bebukott bankos. Bocsánat, nagyon sok levelet kapok, mindenkit nagyon sajnálok, de nem szeretném, hogy ez a csoport nem erről szól. Ára, nem tudom mi az, hogy 30, de biztos. Írjatok ránk privátban. Edinám, egészségedre, Royal Vodka. Így van, nem 10, hanem 30. Az mi? Mindegy, ezt majd elmesélem. Jó. Nem vagyunk sokan, Edinám, de aki itt van, szeretnétek, hogy bemutatkozom újra mindenki? Hogy tudjátok, hogy miről van szó, vagy kik vannak itt? Várjuk a válaszokat. Attilám, megvan minden projekt, megvan minden tervrajz. Köszönjük, hogy aggódsz, bro. Úgyhogy nyomjuk. Így van, Csaba utca 10. Ez a Bencének a címe. Igen, ugyanúgy ugyanott lakik, amaz nem.
Köszönöm, Terike. Akkor bemutatkozzál, aki mindenki kérdezi, hogy kik vagyunk itt. Gyere, mutatkozzatok be, jó? Sziasztok, Nagy Bence vagyok. Sziasztok, Lelke Csabi. Sziasztok, Galambos Pisti vagyok. Zölösi Alexandra. Meg Kitti, sziasztok. Kitti, még két gyerekkel itt van, úgyhogy ők hárman vannak. Meg egy Ján is. Mário. Bence, légy szó, hogy tartsd a vonalat, jó? Beszélgesse velé, jó? Hol van a muzsgó? Így van, 30, de nem szeretném, hogy senki se hozzak lassan, a 10-es számmal van megbeszélve, hogy ami csomag odajön, azt küldjék nekem át. Ahol lakok, pontosan, ott folyamatosan zaklatásokat kaptam, ezért mondunk egy másik számot. Így van. Miért zaklattak? Azt nem mondom el, hogy miért zaklattak. Vannak rossz indulatú emberek, akik engem folyamatosan megkeresnek és csöngetnek be. A pozitív energiákra meg szüksége van Bencének, úgyhogy légy szíves küldjétek, mert tényleg le van kicsit szegényként. Lelkileg. Jó? Aki tudja, hogy mi a technikája, akkor azt. Köszönöm. Vannak nagyon sok rossz akarója. Annyi. Most is kaptam egy olyan telefon, hogy fel akarnak rendteni. Köszönöm. Ez is megnincsenek. Srácok, pár perc és kilépünk, ha van még kérdésetek. Sokan nem vagytok. Közel 1800 emberből. Ettől félünk, őszinte leszek, ettől félünk, hogy elkezdünk egy projektet. Aztán meg magunk maradunk. Mindenki hang, mindenki tudja hozni az észt. Mindenki hozzászól. Aztán végig meg szarba maradunk, mi egyedül. A pénzt majd akkor tudjátok utalni, és akkor tudtok segíteni, amikor számla szám van. Cinano Gyula, lesz info, jó? Kis türelmet kérünk szépen. Segítség is elég egy kis apróság, az is egy nagyon nagy lépés. Irén, nem kell osztani. Ez maradjon itt köztünk ebbe a csoporton belül. Edinám, tudom, hogy segítesz. Te ott vagy azért. Többiek otthon vannak a fotelben. Igen, fotelből karatéznak. Karcsikám, egyem a szíved. Érted? Tudod, hány karatés van itt? Nem kevés. Bla bla. Na, őket kifogjuk, hogyha végigvittük ezt az egész projektet, csak hogy tudja tola. Hát nagyon nagy szűrés csinálunk. Edina, én sem tudok sokkal segíteni, de az is sok, hidd el.
az emberi... De te legalább itt vagy velük. Több, mint a semmi. Kis apróság az egy hatalmas lépés. Persze. Gyula, nincs ezzel semmi baj, nyugi, bro. Edith, mi köszönjük nektek, hogy vagytok. Nagyon nagy fűt is fogunk csinálni, ezt az 1800 ember szerintem le fogjuk redukálni, maximum 200 ember, aki tényleg aktív. A többi mind blá-blá, hang. Nem szeretnék senkit megbántani, hangsúlyozom, de... Ez szégyen. Én most szégyellem egy picit magamat, megmondom őszintén. És ez ugyanúgy a Bencének a vény, meg a Timinek is. Most egy picit ez útra meg a gáz. És nem arról beszélünk, aki nagyon távol van tőlünk, mert ők nem tudnak itt lenni, te is tudom, bátyám, hogy nem vagy itt velünk. Tudom, hogy te nagyon fogsz nekem segíteni, mindenkinek fogsz nagyon segíteni. Az olyan embereknek mondjuk azokat, akik tényleg csak a fotelból tudnak beszélni, és nem fognak segíteni nekünk, csak nézzük, hogy mi van. Gyakorlatilag arról szó az egész, hogy észre akarnak venni emberek, hogy csak nézik, és osszák az ész, trollkodnak. Na, őknek üzenem, bocsánat, én vendéglátós, bekaphatjátok. És szálljatok ki, hagyjatok minket békén. Jó? Nekünk semmi bónuszunk nem lesz ebből az egészből. Se nekem, se a Timinek, se a Bencének. Senkinek nem lesz bónusza. Én szívügyemen hordom ezt az egész projektet, elkezdtünk, belevágtunk, nem? Végig is fogjuk csinálni. Így van. Ha veletek, ha nélkületek, akkor is végig csináljuk. De sétáljon tovább mindenki, aki blá-blá hangemben. Nem kell, nem, így van. Kitartunk. Nem vagyunk sokan, Katalin, igen. Mindenki mondja hétfőn a számla számot, és neki segíthet, aki tud. Köszönjük, Gyurika. György Károly vagy. Jaj, Karcsi! Jaj, bocsánat, rosszul olvastam. Vagy György, vagy Károly. Nem, György Károly, ő a Karcsi. Kata, én ezt jól a vendéglátás 28 évesen, úgyhogy üdv csapatban. Szia, Enikő! A kaban ember is létel. Szia, Enikő! Köszönjük! Gyuri! Akkor mondtam, hogy Gyuri. György Károly? Akkor... Akkor Gyuri! Akkor Gyuri! Na, lesz. Én mondtam, hogy nem Károly. Akkor jól mondtam. Gyurikám! Respect, bro! Hát az a gáz, srácok, és ezzel ki is fogunk lépni most. Levontok a konzekvenciát, vagyunk 1800-on, jelentkező volt maximum 38 ember, úgyhogy ennek függvényében lépünk tovább, mert mindenki hangember, senkit ne bántunk meg, hangsúlyozom. Senki fölött, meg senki feje fölött, nem igaz, nincs számlaszám, majd lesz, de hát ez most... Szexált póver. Nem tudom, hogy én szerintem az lesz, hogy srácok, hogy bele kell törni a bicskánk. Nem lesz. Sajnos, mert közel 1800 emberből követ minket, aktívan, meg akit érdekel az egész, körülbelül 50 ember, vagy 40. Ez egy... Őszintén igen. Ki kell mondani azt, amit ki kell mondani. Hát az igazat is van. Számlaszám meg lesz, akkor kiderül az igazság. De 50-60 ember, annál több szerintem elég erőlő nem lesz. Legyen. Köszönjük-e? Az is valami. Emese! Clark Emese, ő egy nagyon nagy, ő a világ legjobb, meg a legnagyobb szívű embere, úgyhogy tisztelettel köszönjük a Emi a adományodat. You are the best. És ki is fogom írni arra, hogy Clark Emese, köszönjük szépen. Miért tart ilyen sokáig? Az, ami egy alapítványnak a kifutási ideje 30 nap.
Gyakorlatilag van egy ügyvédnünk, csak jó, igazok van, még kérdezik, hogy miért tart. Figyelj, senkinek a saját privát bankszámlaszámjára nem pedig küldeni. Én vállom, a Bence nem vállalja, a Timi, Farkas Timi, meg megint nem vállalja, srácok. Nem kell a balhé, nem kell az, hogy valaki, hogy az legyen a projekt, hogy úristen, valaki magának gyűjt. Nem, minden ügyvédi letét. Mindent az ügyvédnő intéz. Egy alapfájnak a megalapítása az 30 nap kifutási idő. Megpróbálunk mindent elkivetni, türelem. Mindenki van oldalon az is, hogy beszeduljon, akár országon belül posta, de senki nem vár, én nem vállalom, nekem senki pénze nem kell. Bencének nem kell senkinek a pénze, a Timinek meg kurvá nem kell senkinek a pénze. De még nekem se kell. Igen, senkinek nem kell senkinek a pénze. Gyakorlatilag az ügyvédnő fogja ezt kezelni, és ő kizárólag csak kukok fog kifizetni dolgokat, ha van ellenszámlánk. Mire adtunk ki? Kinek, hogy segítettünk? Mi sajátjéből elmegyünk a közérbe, bevásárolunk konzerv, terán mindent, és azt a számlát viszik az ügyvédnek, és csutkára annyi pénzt fog kiadni nekünk, amennyit beleinvestáltunk. Értitek, srácok? Kiszámolja az egészet. Ennyi. Csak hogy értsétek, hogy miért nincs bankszámlám. Hát ezért. Gyerekek, köszönöm, kimegyek dolgozni. Kívánok nektek még szép napot. És reméljünk, hogy valamikor személyesen is fogunk találkozni. Sziasztok! Köszönjük, Kiro! Gyere, Adjára, miért vagyok? Igen, később órákban is lesz találkozó. Megoldjuk. Megoldjuk, mindent megoldjuk. Adjatok tippeket, döntsétek, ne csak mi döntsünk mindenbe. Ugyanúgy olyan aktívak vagytok, mint mi. Döntsétek ti is ugyanúgy. De látod, ebből velük ütterek az én emberekből. Nem kell is sokat adni. Nem anyagiakról szól az egész, nem pénzről. Nem? Húzod egy 150 forintos vagy 180 forintos konzervet. Csak legy velük. Ennyi elég. Senki nem akar profitálni ebből. Csak tudjátok. Már kaptunk hideget, eleget, toronyát, boronyát, mindent kaptunk. Bence, légy szíves, beszélgess ide, aztán én már megyek, jó? Gyere, foglalkozzál velük. Jó, szerintem elköszönünk mindenkitől. Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített, és segíteni fog. Igazából ezt a csoport találkozót azért hoztuk létre, hogy elkezdjünk egy ilyen találkozót. Minél többen találkozzunk, beszélgessünk. Szia Nikó, szia mindenki! Szia Tibike! Minél többen beszélgetünk, minél családiasabb legyen ez az egész csoport és ez az egész alapítvány. Tők és hanga. Itt egy olyat, hogy nincs miért aggódni, meglátjátok, rengeteg ember nem aktív, figyelő. Fog adományt küldeni. Nem nekünk kell küldjön adományt, srácok, hanem a Miki bácsit, hogy összedjük ki abból, és megmutatjuk, hogy akárhogyan összeadott neki. Megcsináljunk, gyerekek, meg. Pacsi ára neked is, bro. Jó, mi elköszönünk. Ennyi volt.
Sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük, ciao, sziasztok, Isten áldásával. Sziasztok!